Mi lenne, ha a helyi cégeket láthatóvá tennénk? Ezt a kérdést tette fel egymásnak két pécsi vállalkozó hónapokkal ezelőtt. Ettől az ötlettől vezérelve kezdték megkeresni a belvárosi vendéglátóhelyeket és a bemutatkozni kívánó cégeket. Több együttműködő partner becsatlakozása után született meg az első pécsi cégek éjszakája. Eisenbacher Csabát, a könnyed hangulatú esemény főszervezőjét arról kérdeztük, hogy a rendezvény milyen módon tud segíteni a helyi vállalkozásoknak. Azt vettük észre, hogy ahhoz, hogy a gazdasági célok tudjanak teljesülni, vagy gazdaságilag tudjunk fejlődni, az rengeteg strukturális dolgot rendbe kell rakni. A gazdasági célod akkor lehet, vagy a cégnek akkor lehet gazdasági céljuk, ha minden más feltétel adott. Sajnos azt vettük észre, hogy ez nem így van. Tehát lehet ez infrastruktúra, lehet ez munkaerő, lehet ez képzés, lehet ez város és régiós marketing. Az esemény megszervezésében komoly segítséget kaptak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától. Rab Szabostól, a szervezet főtitkárától megtudtuk, hogy az arculatban és a szóróanyagok nyomtatásában tudták segíteni a kezdeményezést, melynek egyik fő célja volt, hogy a cégek szabad álláshelyeit megismertethessék az utcán járók előkkel is. Itt vannak azok a baranyai pécsi cégek, akiknél érdemes elhelyezkedni, azok a családi cégek, azok a kisebb multinacionális vállalatok, ahol karriert lehet építeni, ahol fejlődni lehet, és ahol ki lehet használni azt, amivel Pécs jár. Rab Szabolcs hozzátette, hogy fontosnak tartják a cégek közötti kommunikációt is, ezért a rendezvény egyik eleme volt, hogy a megjelenő cégek képviselői felkeresték egymás standjait. A rendezvény megnyitóján célként fogalmazták meg a szervezők azt, hogy a Pécset tanult, de más városban dolgozó, vagy épp máshol tanuló, de egyébként pécsi leendő mérnököknek, szakembereknek megmutassák a város lehetőségeit. Hírét vinni annak, hogy mitől jó Pécs és mit tud Pécs, ez hiányzik, ebben biztosak vagyunk, és ami egy rázós terület, de mindenképpen foglalkozni kell vele, az az utánpótlás, a képzés, az új munkaerő, és ennek még van egy olyan ága is, ami az elvándorlással kapcsolatos. Sok tízezer szakembert vesztettünk az elmúlt 10 évben, és őket is talán vissza lehetne csalogatni. A rendezvény tehát az első ilyen buli hangulatú megmozdulása volt a helyi vállalkozói szektornak, ami a résztvevők szerint a várt eredményt hozta. A napközbeni kánikula ellenére is több ezer belvárosban sétáló látogatót értek el standjaiknál. A következő pécsi cégek éjszakáját várhatóan ősszel rendezik majd.